Sziasztok, és üdv újra itt a csatornámon! Ma végre egy olyan témáról fogok beszélni, amiről már nagyon-nagyon régen szeretnék, ugyanis végre elolvastam Sarah az Üvegtrón sorozatot. Korábban már volt egy videó a csatornámon, amiben elmagyaráztam, hogy milyen sorrendben érdemes olvasni az üvegtrón könyveket, ugyanis összesen nyolc része van a sorozatnak, viszont kilenc könyv van, mert az utolsó részt ketté szedték, szóval a nyolcadik része, vagyis hát igazából a hetedik része a sorozatnak, az ugye két könyv itt Magyarországon valamiért. Hét részből áll maga a sztori, viszont van pluszban egy könyv, amiben öt novellát olvashatunk Szelénának, a főszereplőnek az előző kalandjairól, és ezt a könyvet nem mindegy, hogy mikor olvassuk el, fentre kattintva megtalálhatjátok azt a videómat egyébként, abban többet Beszélek arról, hogy hogy jött létre az Üvegtrón, de igazából arról van szó, hogy 2012-ben jelent meg ez a könyv, viszont előtte Sarah James egy weboldalra töltötte fel a, a történetét, és annyira sikeres lett az első pár fejezet, hogy végül megvették a jogokat, és kiadták könyv formájában, így született meg az Üvegtrón. Na hát nagyjából, hogyha megnézzük a történetet, akkor egy hamupipőke történetet dolgoz fel igazából az első könyv, ugye a lányt kiszabadítja a hős herceg, viszont utána hát eléggé nagy fordulatot vesz ez a dolog, ugyanis a hercegnő hamupipőke ő ugye orgyilkos a mi történetünkben. Nem szeretnék sokat beszélni magáról az Üvegtron könyvről, mivel arról van egy külön videó, egy olvasóvlog formájában olvastam és mutattam be az első részt, és ott nagyon jól kibeszéltem, hogy nekem mi volt a problémám az első részen, mi volt, ami tetszett, mi volt, ami nem. Azt nyugodtan nézzétek meg, mert spoilermentes, amikor meg spoiler van, azt mindig jelzem előre. Szóval nézzétek meg azt a videót, ott kicsit bővebben hallhatok az Üvegtrónról. Az Üvegtrón egy fiatal orgyilkosnak a törté dolgozza fel, akit szelén a ennek hívnak, és jelen pillanatban a történet elején távol végben van, ott rabszolga, és megjelenik Westfall kapitány, aki ad neki egy nagyon jó ajánlatot. Az egyik lehetőség, amit választhat Szeléna, az az, hogy ott hagyja a távolvégi sóbányát, ami tulajdonképpen egy haláltábor, és elmehet részt venni egy nagyszabású versenyen, hogy kiválasszák, ki lesz Adárlán, és a királynak az orgyilkosa. A másik lehetőség pedig az, hogy ott marad és meg Szeléna nyilván nem hülye, és azt választja, hogy elmegy Westfall kapitánnyal az üvegpalotába, és ott elkezdődik ez a több próbatételből álló versenysorozat a nagy fődíjért, viszont közben olyan dolgok derülnek ki, mint a múltjáról, mint a világról, ahol járunk, hogy csak így fogtam a fejem, hogy wow, ebből lehetnek érdekes dolgok. De maradjunk annyiban, hogy az első rész az üvegtrón, Hát egy eléggé unalmas és hosszú olvasmány volt, 500 plusz oldalas ez a könyv, ha jól emlékszem, és Sarah James nagyon az alapokra és a világépítésre ment rá, hogy nyilván a későbbiekben ne legyen majd probléma az ilyen dolgokkal. Nagyon részletesen elmagyarázza, hogy mi hogy működik a világban, hogy a varázslat tiltott igazából, miért nem lehet használni. Az első két rész nagyon az alapokra megy. Nagyon sokan egyébként nem értik, hogy én miért szeretem ezt a hatalmas könyvsorozatot, ugyanis elolvassák az első részt, az üvegtrónt, és úgy vannak vele, hogy hát, jó, tovább olvasom, mert igazából így kezdett izgalmas lenne a végén, aztán elolvassák az ékoronát, koronát é -korona? Igen. Elolvassák az éjkoronát, és úgy vannak vele, hogy jó, ebben is történtek izgi dolgok, meg kiderült pár dolog, de mégis miért olvassam tovább ezt a könyvsorozatot, amikor unalmas? Mert valóban az első két rész olyan, hogy hát nem igazán tudsz vele nevezőre térni, hogy most tetszik-e vagy nem. És én is nagyon sokat vártam, míg elkezdtem a harmadik részt, ami, hát valljuk be, hogy ez már eléggé Sarah James-es, epikus, szerelmes úristen lett, mert az a könyv ilyen. A harmadik rész tehát a tűz örököse, ahol már tényleg azt éreztem, hogy megérkeztünk, ez végre egy Sarah James könyv, izgalmas, varázslatos, végre megjött az az érzés, hogy van miért olvasni ezt a könyvet. Megtudtam, hogy egy háborúra készülünk, ami nem nagy spoiler, mert szerintem ez egy kicsit jobban feltüzeli az embereket, mint hogy egy orgyilkosnak a mindennapjait olvassuk, hogy szenved össze-vissza. Most ebben a, ebben a könyvben már biztos voltam abban, hogy ennek az egésznek a végkimenetele egy hatalmas nagy háború lesz. Erről egy nagyon hosszú értékelést írtam a moly.hu-n, nézzétek meg, szerintem nagyon vicces a sikeredet, mert annyira kivoltam, hogy végre megérkezett az az igazi Sarah James érzés, hogy nagyon boldog voltam, hogy nem kell azt mondanom erre a sorozatra, hogy rossz. Nagyon jó új karaktereket kaptam, akikbe szerelmes lettem, meg imádtam. Viszont az engem nagyon zavart ebben a könyvben, bár az előző kettőben is ilyen váltott szemszög volt, de egyes szám harmadik szemében írja az írónő, viszont mindig másnak a cselekményeit olvashatjuk, ami szerintem így utólag rájöttem, hogy tök jó, viszont itt a harmadik részben nagyon idegesített, hogy én nagyon szerettem volna már Szelénának a történetét olvasni, és akkor bejött egy másik karakter, akik amúgy igazából nem is érdekeltek, de róluk kell olvasnom, viszont nagyon fontos volt, hogy behozzák ezeket a karaktereket, mert végül nagyon megszerettem őket az idő során. Aztán a kezdeti lelkesedésem eléggé lelohadt, amikor rájöttem, hogy a harmadik rész után már nagyon muszáj elolvasni azt a könyvet, amiben ugye novellákat kapunk, öt darab novellát, ez pedig nem más, mint az Orgyilkos pengéje, Amiben nagyon nehezen kezdtem bele. Alapból nem akartam olvasni ezekről az időkről, mert egy Selénának volt korábban egy nagy szerelme, és ebben a könyvben az ő történetét írja le, és nem bántam meg, hogy elolvastam, mert, fú, hát ez egy. Nagyon szívszaggató könyv volt. Az első két novella az még úgy volt meg bennem, hogy mm, muszáj elolvasni, elolvasom, de utána nagyon elkezdtem élvezni, és nagyon kíváncsi voltam, hogy Szelinával és ezzel a bizonyos emberrel mi történik, és hát maradjunk annyiba, hogy végigbőgtem a végét, annyira megható volt, és én nagyon örülök, hogy nem a legelső könyvelőtt olvastam el ezt, bár lehet, hogy akkor már az első két rész izgalmasabb lett volna számomra, de mivel már egy kicsit közelebb állt a szívemhez szeléna a harmadik könyv után, ezért nagyon érdekes volt olvasni az ő múltjáról, és olvasni arról, hogy miért lett ilyen, seggfej, hát igazából az. Szóval nagyon élveztem ezt a könyvet, és nagyon örültem, hogy itt olvastam el, mert hogy következett a sorozatban a negyedik rész, az Árnyak királynője, ami már egy extra monstrum, és hatalmas lelkesedéssel kezdtem már ebbe bele, mert hogy tudtam, hogy ebben a könyvben nagy szükség lesz arra, amit elolvastam ugye a kiegészítő kötetben, és valóban számomra nagyon jó érzés volt, hogy ezelőtt olvastam el, mert frissek voltak az érzelmeim, friss volt az a tüske, amit okozott bennem az utolsó novella, és ebben a könyvben rengeteg említették azt a szereplőt, akivel találkozhattunk a kiegészítő kötetbe, ezért én nagyon örülök, hogy ezelőtt olvastam el, mert így, így tényleg nagyon sokat sírtam rajta, és eszméletlen fordulatok voltak ebben a részben már, alig bírtam letenni. Itt külön nem sokat beszélnék a következő részről, mert spoilermentesen nem igazán tudok róluk beszélni, viszont az Empire of Storm, azaz a viharok birodalma is hasonlóan izgalmas volt és fordulatos, mint az árnyak királynője, mert tényleg azt éreztem, hogy úristen, annyira olvasni akarom már az utolsó részt, főleg, hogy a viharok birodalmának olyan vége volt, hogy konkrétan taknyomnyálam egybefolyt, én ezt nem hittem el, hogy megtörténik, és nekem itt volt a legnagyobb breakdown az egész sorozat Alatt, amikor elolvastam ezt az utolsó pár fejezetet, ebben a könyvben is rengeteg új szereplőt ismerhettünk meg, akikhez nagyon közel kerültem végül. Annyira megszerettem őket, hogy a végére már tényleg úgy voltam vele, hogy akarom, akarok olvasni mindenkiről. És hát ennek a könyvnek a vége nagyon durván szomorú volt, és hát itt jött el a legnagyobb mélypont a sorozatban. Ugyanis Sarah James olyat csinált velünk, ami szerintem hatalmas nagy kicseszés volt, mert hogy a viharok birodalma vége olyan egy heartbreak, hogy mindenképpen szeretnéd tovább olvasni az utolsó részt, hogy megtudd, hogy úristen, mi a fene fog itt történni, de nem. Ő írt egy külön könyvet, egy karakterről, akit ráadásul nem is kedvelek, hogy ő elmegy egy másik birodalomba, és hogy ott mi történik vele kínszenvedés volt elkezdenem ezt a könyvet, több hónapig nem olvastam tovább a sorozatot, mert úgy voltam vele, amúgy miért ültem ennyire ferdén? Nem, egy kiegyenesedek már, ha vagyok én nő. Nagyon sokáig nem kezdtem el ezt a könyvet, mert ráadásul 700 plusz oldal, és úgy voltam vele, hogy engem ez a könyv rohadtul nem érdekel. Viszont nagyon sokan mondták, hogy a sorozat szempontjából pedig kulcsfontosságú. Ezért egy szép napon úgy döntöttem, hogy jó megveszem ebookba, is elolvasom. És azt kell mondanom, hogy annyira nem volt rossz, sőt, miután túlendültem azon, hogy kiről szól a könyv, és hogy nekem róla kell olvasnom egy csomót ebben a történetben, megbarátkoztam vele, ugyanis jöttek olyan új karakterek, meg újabb népcsoportok, amik számomra egészen varázslatosak voltak, és nagyon megszerettem ezt a történetet, viszont hát én ezt feleslegesnek éreztem, bár nem mondom azt, hogy felesleges volt, mert hogy a történet kapcsán rengeteg olyan dolog volt benne, ami később kulcsfontosságú lesz, de szerintem nem kellett volna egy 700 plusz oldalas könyvet írni róla, főleg, hogy a, a fő sztori az nagyon elhúzott és lapos volt, de hát mindegy, elolvastam, és végül jöhetett a finálé. És itt szeretnék hatalmas köszönetet mondani a könyvmai képző kiadónak, ugyanis megkaptam tőlük az utolsó kettő részt, és először olvasó vlogot szerettem volna belőle csinálni, de mivel a koliban olvastam, meg így össze-vissza buszon, meg mindenhol, ezért végül nem lett belőle olvasó vlog, Viszont gyártottam már belőle egy csomó videót TikTokra. Nézzétek meg a TikTok csatornámat, mert mostanában eléggé vicces dolgokat gyártok oda, vagy nem tudom, nekem viccesek, másoknak lehet, hogy nem az. A lényeg az, hogy megkaptam tőlük ezt a két könyvet, és nagyon-nagyon köszönöm nekik. Hát igen, véget ért ezzel számomra az üvegtron sorozat, és azt kell mondanom nektek is spoilermentesen, hogy nagyon szerettem, bár rengeteg olyan értékelést olvastam róluk a molyhu ponton, hogy mekkora epikus befejezés volt. Számomra annyira nem volt epikus, nekem tényleg a, a csúcspont az a viharok birodalmában volt, annál az utolsó jelenetnél. Hát, azért itt is voltak olyan, olyan jelenetek, ahol kicsit sírtam a végén, meg aztán bőgtem, hogy vég az utolsó Sarah James könyvnek, ami számomra olvasatlan magyarul. Szóval nagyon tetszett, nagyon jó lezárása volt szerintem a könyvsorozatnak, és. Ennyit tudtam elmondani róla sajnos spoilermentesen. Na hát ennyi is lett volna már ez a videó, köszönöm, hogy végignézted. Hogyha esetleg van kedvetek, akkor írjátok meg kommentben, hogy nektek ki volt a legkedvencebb karakteretek, vagy melyik volt az a mozzanat, ami a legjobban tetszett az üvegtrónban. Vagy esetleg, hogyha az én véleményemmel nem értetek egyet, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben, hogy ti mit gondoltok magáról az egész üvegtrónról, az üvegtrón sorozatról. És én ennyi is lettem volna mára. Sziasztok!